Nyugdíjba vonulásom után fölkeresett Horváth Ádám a Ablak című tévéműsornak a szülőatya. És megkérdezhetett tőlem, hogy szeretnék-e környezetvédelemről, természetvédelemről, mezőgazdaságról, kertészetről részt venni ebben a produkcióban. És én azt mondtam, hogy próbáljuk meg. Amikor először beléptem a stúdióba, akkor megálltam az ajtóban és bemutatkoztam. Elmondtam, hogy mi lesz az én feladatom. És egy ifjú hölgy, valamely technikus, rám mutatott, és azt mondta, hogy hát akkor maga lesz a Bálint gazda. És én tudtam akkor is már, hogy a Szabad Európa Rádiónak van egy Bálint gazdája, aki nem nagy híve a szocialista mezőgazdaság átszervezésének, de ennek ellenére a tévé vezetősége a pártközpontnak az egyetértésével megengedte azt, hogy ezt az álnevet viseljem, hogy Bálint gazda is. Hát ennek következtében talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy az egész országban így ismertek meg.